A szakhatóságok 500 fő részvételének garantálását nem látták biztosítottnak, és a város által megbízott szervezőcég nem szerezte be a szükséges engedélyeket. Ezért nem adott zöld utat a szekszárdi őszelő program sorozatnak Ácsezső szekszárd polgármestere. A városvezető hétértékelő sajtótájékoztatóján kifejtette, a rendezvény ötletét az ilyen szekszárd tagokból álló kultúra civil szervezetek, Városmarketing Bizottság mindössze egy héttel a rendezvény előtt, augusztus 28-án vetette fel, majd a szintén ilyen szekszárd képviselőiből álló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az augusztus 31-i ülésén hagyta jóvá, ám a szükséges engedélyek nem lettek beszerezve, így a rendezvény elmaradt. Hiába építették fel a színpadot a Béla Király téren. Az engedélyek hiánya, illetve a szokásos eljárások, amiket le kéne folytatni, nem történtek meg, de alapvetően én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is, meg egyéb helyzetben is, de ebben különösen figyelni kell arra, hogy minden előírást, a sajátjainkat, a városit, a kormányzati, a törvényben meghatározott előírásokat betartsuk annak érdekében, hogy ne okozzunk veszélyforrást a vírus továbbterjedése szempontjából. Ezt tulajdonképpen bonyolultabb a kérdés egyébként, ezt a rendezvénynél én nem láttam biztosítva. A zenés-táncos rendezvényekre szóló szakhatósági engedély beszerzése 20 nap is lehet, de más engedélyeket sem lehet néhány nap alatt beszerezni, tette hozzá Ácsezső. A Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság egy magáncéget és a szekszárdi közművelődési NKFT-t kérte fel a rendezvény szervezéséért. Ácsezső szerint nem volt egyértelmű azonban, hogy kinek mi a feladata. A városvezető szerint azt az ilyen szekszárdot képviselő Csötönyi László vezette kultúra civil szervezetek Városmarketing Bizottságnak kellett volna egyértelművé tennie. 31-én döntött a bizottság arról, hogy elsőjén elkezdik építeni a színpadot. Kormányhivatal egyértelműen leírta, hogy például egy ilyen rendezvényi egészségügyi személyzet biztosítása szükséges, amiért 5 nappal a rendezvény megkezdése előtt kell megkérni, és kell egy mentőautó, teljes személyzet, ez se történt meg. Ácsezső a hétértékelőn beszélt még arról, hogy aggályosnak tartja, hogy Gulyás Róbert az ilyen szekszárd képviselője, a Gazdasági Bizottság tagjaként megszavazta, hogy az a cég kapjon több millió forintos beszállítói szerződést az önkormányzattól, aminél jelenleg ő is dolgozik. Miközben ugyanez a cég kérte az önkormányzattól, hogy térítse meg a képviselő kieső munkabérét, amiért az önkormányzati képviselőként ellátott munkája miatt nem tudott megdolgozni.